Rákos Mari vagyok, az ASZTA műhelynél a foglalkozásokat, ami varrásról szól, ezt szoktam vezetni. Itt megtanulhatjátok a varrásnak az alapjait, hogy otthon bármit el tudjatok készíteni. Mikor már megtanultuk a gép használatát, az egyenes varrásnak a gyakorlása következzen. Most egy ilyen belebújós kis párnát fogunk készíteni. Egy 40x50-es párnát fogunk elkészíteni. Mivel belebújós párnát készítünk, ezért itt plusz 20 centit teszünk rá, 22 centi összesen. A 2 centi azért, mert ugye ezt be kell szegnem, kétszer 1 centi, 1 centi és még egyszer, behajtom, és ezt itt így fogom beszegni. Itt viszont a 40-es résznél ugye 1 centi varrás szélesség lesz, tehát akkor itt 1 centi, itt 1 centi, az 42 centi. A másik darabja plusz 6 centit veszek, mert ott egy szélesebb gombolás pántot, ami így kétszer vissza lesz hajtva, 56-57 centi, itt ez 3, illetve 6 centi, itt pedig plusz 1 centi varrás. Ez a rész pedig ugyanúgy 42 centi lesz. Jó. Kivágtuk egyszer a nagyobbik darabot, és itt a másik, a kisebbik darab. A nagyobbik darabnak a szélét egy ilyen 1 centis varrással szépen be fogom szegni. 40 centis oldalát 1 centisen beszegem. Megtűzöm, hogy könnyebb legyen a varrás, és ezt beszegem. Egyenlőre betűzöm a másik oldalt, a kisebbik darab, a kisebbik darabnak a beszegése az egy 3 centi, amit így kétszer hajtok be, és ezt szintén betűzöm, és a varrást ezzel indítom el. Most alá helyezem a gép alá, és a talpszélességgel tartva az irányt. Varrás elején és végén mindig a visszavarró karral hátra menetbe megyünk, hogy ezzel lebiztosítsuk a cérna végét. Most alá helyezzük a másik darabot. Most ezzel elkészült a két darab. Most lehelyezem az asztalra a kisebb darabot, aminek itt van a szélesebb gombolás pánt része, úgy, hogy a színe van befelé, itt a viszája. Ezután ráhelyezem a nagyobbik darabot, ami nél ugye vissza kell hajtani a bújtató részt, így. Tehát a két színe van egymással szembefordítva. Ezt most már csak 1 centis varrás távolsággal így körbe kell gépelni, utána kifordítani. Amennyiben foszlós az anyag, akkor
használhatjuk a cikcak eldolgozást, ha éppen van interlokunk, akkor azzal tisztázzuk le. A párna végül is ide fog bekerülni. Letűzzük azért, hogy össze tudjuk varni a két darabot. A tűket természetesen úgy tűzöm bele, hogy a gombos tű feje az mindig felém legyen, hogy könnyen ki tudjam szedni. Most már csak körbe kell varni, 1 centis varrás szélességgel. És ezzel elkészült a párna. Alá helyezem a talp alá, körülbelül 1 centis varrás távolságot. Most a párnának a sarkát egy ilyen kis háromszög részben levágjuk, azért, hogy amikor kifordítjuk, könnyebben tudjuk a sarkakat kifordítani. A varrás mellett elcikcakkolhatjuk, hogy ezzel letisztázzuk a széleket. Ha esetleg van interlock, akkor azzal is megoldható. Tulajdonképpen, ha nem túl foszlós az anyag, akkor ez nem annyira lényeges. Elkészült a párnahúzat, ide fog bekerülni a párna. A sarkakat, mivel levágtuk, ezért szépen ki tudott fordulni.